Üdvözlöm Önöket! Ez itt az Arcképmás. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke. Hivatalba lépésekor ő volt a legfiatalabb Európában, aki ezt a tisztséget megkapta. 4 gyermek édesapja. Hogyan lett lelkészé? Hogyan növünk bele a feladatainkba? Meddig tart az egyén, és hol találkozik az isteni gondviseléssel? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket szeretnék ma feltenni neki. Ha kíváncsiak a válaszra, tartsanak velem! Nem a születési helyszínen vagyunk. Mezőváriban vagyunk, ami már második otthon lett, de menjünk vissza egész Ruszka Dolinára. Honnan indult Zán Sándor akkor még? Hát egy kis ugocsai település, Ruszka Dolina. Onnan indultam, Mátyfalvára jártam, óvodába, iskolába, majd Szöllősvéi Gardaóba, ott érettségiztem, onnan vezetett volna az utam Budapestre, mert oda kaptam ajánlólevelet Forgon püspök úrtól, hogy oda felvételizhetek. De menet közben megváltozott a stratégia, és így debreceni diák lehettem, mert átirányítottak útközben engem Debrecenbe, aminek nagyon örülök. Azt követően egy évet Németországba töltöttem, és onnan kerültem volna, megint egy kis átirányítás történt Dercenbe, de a derceni lelkipásztor, aki most is a derceni lelkipásztor, épp 2 kis gyerekkel érkezett volna a vári parókiára, ami akkor postahivatal volt, takarékpénztár, bent volt egy nagy telefonközpont, és amikor eljöttünk ide szétnézni, akkor látszott rajta a mélységes nagy csalódás, és azt kérdezte tőlem, hogy nem-e cserélhetnénk. Mivel én még egyedül vagyok, nőtlen, az már Gulácsi Lajos bácsi püspök úr idején volt, hogyha Lajos bácsinak nincs ellene kifogása, akkor beszéljük meg. Innen bementünk a régi püspöki hivatalba, mondtuk Lajos bácsinak, hogy szeretnénk cserélni. Biztos? Biztos. És azóta én vagyok Mezőváriban, ő pedig Dercenben. Most mondhatnánk azt, hogy jót tett helyébe jót vár, cserélt egy egyházközséget, kapott egy feleséget, és egy második otthont érte. Igen. Hát én úgy gondolom, hogy az nem volt véletlen. A derceni parókia az már egy lakott parókia volt előtte, éveken keresztül már ott laktak lelkészek. Ezen a parókián meg utoljára Kislaci bácsi lakott, akit a második világháború után költöztettek ki. Tehát egészen más volt a helyzet, más körülmények között kezdtük az életet, de én úgy gondolom, hogy nekem ez volt az Istentől rendelt szolgálati helyem, és valóban már azelőtt megismert fiatal lány, Fábián Judit lett a feleségem, és ennek is szerintem és Istennek a terve volt. Úgyhogy ma én itt érzem igazán helyemen magamat, és mondhatjuk azt valóban, hogy ez a második otthonom, mivel az életem eddig legnagyobb részét ezen a helyszínen töltöttem. Tehát 96-ban érkeztem ide, és azelőtt bárhol voltam, mindenütt kevesebbet voltam, mint itt. Nagyon átszaladtunk a gyerekkoron. Milyenek voltak a szülei? Milyen családba született? Mondhatom azt, hogy egy jó családba születtem. Gyerekkorom azért is különleges volt és szép volt, mert én 3. gyerekként születtem a családban, és édesanyám is 40 fölött volt már, és édesapám 50 fölött volt, amikor én születtem. Tehát nekem 2 idősebb nővérem van. Az idősebb nővérem 20 évvel volt idősebb, mint én, a fiatalabb 18-al, és a fiatalabb esküvője után születtem 24 órával, tehát
Édesanyámnak már pont az én születésem napján a legidősebb unokája betöltötte az egy évet. Hát én 73-ba születtem, és az idősebb nővérem első szülött fia, az pedig 72-be, de ugyanabban a hónap, ugyanazon a napon, amikor én születtem. A nagymama nem csak az unokája egy éves születésnapját ünnepelte, hanem a saját fiának a születésnapját is. Gyakorlatilag én az unokákkal nőttem együtt, és mindig édesanyám körülött gyerek szaladgált. 72, 73, 74, 75, és 78-ba született az idősebb nővérem legkisebb fia, a harmadik fia, és ez itt egy csapat volt. És mi ott boldogítottuk édesanyámat. Édesanyám a szülési szabadság után már nem ment visszadolgozni az előző munkahelyére, hanem velem, az unokákkal foglalkozott, és így egy népes családban, egy gyereksereggel nőhettem. Édesanyám volt az, aki meghatározta a családnak a jólétét, a hangulatát, a mindennapokban. Ő volt aki körül forogtunk, és ő vitt bennünket nyaralni. Ő utasította rendre azokat, akik rendetlenek voltak, tehát, és a nagymaminál minden szabad. Tehát ez ugye az unokák számára is egy nagyon fontos dolog volt. És egyszerre volt akkor a nagymamánál is már a püspök úr is, hogy minden igen, szabad tehát, volt. És mik voltak a gyerekkori álmai? Csak édesanyám elmondásából tudom, aki a legtöbb esetben ilyen családi alkalmakkor visszaemlékszik rá, hogy még egészen nehezen küzdve, a nehezen kimondható betűkkel, én azt mondtam, hogy vegyen nekem egy repülőt, és én majd a feje fele fogok keringeni. Tehát az első ez, ami így tőle tudom, hogy repülőre vágytam, és én lettem volna a pilóta, aki ott pörög mindig a feje fölött. Ami utána úgy közel volt hozzám, és ez mai napig is megmaradt, az a gépkocsiknak nem azt mondom, hogy a szerelmese, de ebbe az irányba vonzódtam, mert mind a két sógorom, akik akkor úgymond a családban a férfi ideálok voltak, ők sofőrök voltak. Természetesen akkor még nem sok személykocsi volt a családban, nagybátyáimnak volt, de nekik még nem. És hát a teherautó körül mozogtunk, tehát az első közlekedési balesetem is az úgy történt, hogy nem akasztották be a kiskaput, és én kimentem egészen piciként megszerelni az autót, és az autó alól kiléptem egy motor elé, de a motoros az kellő tapasztalattal rugott le az utcáról, úgyhogy nem sérültem meg. Tehát ez úgy megmaradt a gyerekkori sztorikból, és gyakorlatilag ebbe is nőttem fel, hogy valószínű, hogy én is sofőr leszek. És amikor már megjelentek a nagy kamionok, először román kamionokat láttunk azon a vidéken, akkor hát kamionsofőr szeretnék lenni, mert miért? Hát a román kamionosoknak akkor volt például eladó farmer nadrágjuk, magyar rágójuk, ami akkor nem is volt itt ezen a vidéken, és hát úgy éreztük, hogy a kamionsofőröknek a legjobb, és én is kamionsofőr szerettem volna lenni, de nem az lettem. Hála Istennek, sem nem pilóta, sem nem kamionsofőr, hanem püspök. De hogyan indult el a lelkészi úton? Visszatekintve az indulásra, minden biztos indulásnak a záloga a gyülekezeti háttér. Az én életemben meghatározó volt a gyülekezet, ahová istentiszteletre jártam. Meghatározó volt az ifjúsági közösség, ahová rendszeresen jártam, ez Fekete-Patakon volt, és természetesen a lelkész, aki törődött az ifisekkel, ugye ez 1990, már akkor 2 éve rendszeresen jártunk ifjúsági órára, és konfirmandusok voltunk, én még először
egy kis konyhába konfirmáltam. Nem is lelkész kérdezte ki a kátét, hanem a gyülekezet kántora, akit Orosz Andrásnak hívtak Mátyfalván, és az ő kis konyhájába mondtuk fel a káté kérdéseket. Ez volt az első. 90-ben már rendesen lehetett konfirmálni, ennek már vannak fényképes bizonyítékai is. Én úgy gondolom, hogy az én számomra ez volt a fontos háttér. A gyülekezet, az ifjúsági közösség, ahová jártunk rendszeresen, és természetesen a lelkész, aki megkérdezte, hogy elképzelhetőnek tartom-e azt, hogy belőlem lelkész legyen. És én mondtam, hogy nem gondoltam még erre sosem is, de így elsőre nem. Hát akkor épp érettségizés előtt az ember mindenre gondolt, csak valami olyasmire nem, ahol még tanulni kéne. Inkább valami munkát kell vállalni, de nem tanulást. De természetesen az emberben ott motoszkál, hogy mi legyen, hogy legyen, és ez nem egy pályaválasztás pillanata volt, mert még ez az iskola befejezése előtt. A bibliaolvasás kapcsán újra és újra felvetődött, hogy ha megadta nekem Isten ezt a lehetőséget, hogy tudjak róla, hogy hálás lehetek azért, mert megváltott, akkor vajon én mit tehetek? És a rendszeres bibliaolvasás folyamán elérkeztem egy olyan bibliai szakaszhoz, a János evangéliumából, ahol az igazi szőlőtőnek a példázata van leírva, és ennek a példázatnak a megértése volt gyakorlatilag a döntés elősegítő igei vezetés, így tudom megfogalmazni, mert az áll ebben a bibliai szakaszban, hogy az a szőlő vesző, amely gyümölcsöt terem, azt a gazda megmetszi, még több gyümölcsöt terem, amely nem terem, az pedig lemetszi, megszárad és majd elégetik. Hát annyi kis elképzelésem volt, hogy egyik az életről szól, a másik pedig a halálról. Egyik életről szól, aminek jutalma van, a másik pedig kárhozatról szól, tehát a kivettetés és a tüzrevetés. Hát semmiképpen nem szerettem volna a kárhozat útjára térni, és akkor, mint az Isten szabadítását frissen megismerő ember, én arra az elhatározásra jutottam, hogyha még egyszer megkérdezi, kötekvős jelkérés, ami az emberi gyarlóság miatt van bennünk, akkor megmondom. Na hát megkérdezte. Homoki Gábor volt a gyülekezetünk lelkipásztora, és azt mondtam, hogy igen. Vasárnap volt, hétfőn már jöttünk Beregszázba, Forgon püspök úr előtt meg kellett jelenni, néhány kérdést feltett, de az első dolog az volt, hogy lekéstünk. Mondta a tiszteletes úr, de hát még hátha lehet, hátha, na, akkor adjunk egy esélyt, és azt mondta a püspök úr, hogy énekeljem el a himnuszt. És elénekeltem a himnuszt, azt mondta, jó, akkor össze fogja hívni a bizottságot, és meghallgatnak. Úgyhogy így történt az elindulás. De a debreceni diákévek sem voltak olyan simák, ha jól tudom. Nagyon izgalmasan indult. Nincs olyan, hogy minden tökéletes. És az indulás az a felvételi meghallgatás után, ami még itt volt Kárpátalján, azzal folytatódott, hogy Forgon püspök úr azt mondta, hogy akkor szerdán a beregszászi templomban én fogok prédikálni. Ese kellett nekem, tehát nagyon megijedtem a feladattól, és mentünk hazafele, a lelkészem vitt haza, és kérdeztem tőle, hogy én nem tudok prédikálni. Adok neked egy régi prédikációs kötetet, abból megtanulsz egy prédikációt, és akkor elmondod. Kaptam egy Ecsedi Aladár vasárnap délután prédikációs kötetet, valamikor a 30-as évek elejéről származott, és egy rövid prédikációt tanultam meg, aminek a textusa az volt, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. És én azt megpróbáltam az adott reggeli áhítaton elmondani,
Hát én úgy gondoltam, hogy elmondtam, de senki nem hallotta. És azt mondta Forgon püspök úr, hogy nem lesz belőlem lelkész. Ott volt Oroszi Pál, aki akkor a tanügyért felelt az egyházkerületbe, és azt mondta, hogy adjunk neki még egy esélyt. Na, kaptam még egy esélyt, ugyanazt a prédikációt tanultam, meg ha már úgyse hallotta senki, és egy következő héten újra szószékre engedtek, még mindig a Szöllős-Végarda iskolának voltam a diákja, és elmondtam újra a prédikációt. Természetesen lámpaláz az nagyon nagy volt. Az első alkalommal gyakorlatilag én senkit sem láttam a templomba. Olyan volt, mintha egy üres templomban beszéltem volna. A második alkalommal pont Oroszi Pali bácsit láttam, aki előtte megvédett engem, és második esélyt szerzett. Őt láttam, és próbáltam neki beszélni. Akkor lejöttem a szószékről, megint azt mondta Forgon püspök úr, hogy nagyon bajos ez a dolog, de egy amment, mivel hallott, ezért alá fogja írni a támogató levelemet, amivel én elmehetek Budapestre. Nagyon megörültem, már előtte voltam néhányszor Magyarországon, nem olyan sokszor, akkor még ez nem volt olyan mindennapos dolog, mint ma. De volt egy lelkipásztor, akinek két teológusa volt, és ő elintézte, hogy a ketten együtt menjenek Budapestre. Ez volt az első csalódásom az egyházi dolgokban, hogy azért itt is emberek vannak. Én pedig Debrecenbe. Hát akkor ez rosszul esett, de ma már tudom azt, hogy nem a lelkész volt gonosz, hanem Isten őt használta fel arra, hogy az én sorsom a Debrecenbe irányítsa. Így debreceni diák lehettem, ott lettem felnőtté, mert még kiskorú voltam, amikor elmentem Debrecenbe, és nagyon sok jó tapasztalatom volt. Természetesen ott is voltak kisebb-nagyobb csalódások. Elsősorban azt kellett megtanulnom, hogy nem az emberekre kell támaszkodni. Mivel én voltam a legfiatalabb, akikkel együtt indultunk, azok érettebbek voltak, idősebbek voltak, magyar iskolába tanultak, én ukrán iskolába tanultam elejétől végig, és én úgy gondoltam, hogy nekem ők lesznek azok, akik majd utat törnek, és nekem csak velük együtt kell lesz majd csinálni a dolgokat, és kiderült, hogy nem. Tehát nekem saját lábamon kell megállni, és nekem kell úgymond élen járni ahhoz, hogy engem onnan ki ne rúgjanak. Tehát a bennmaradás volt az első dolog, és ott is értek nehézségek. Hát az első nyelvtanórák azok nagyon megijesztettek. Latin alapra épült a nyelvoktatás, ami természetesen hiányzott. De még hogyha a professzor urak vagy hölgyek mondtak volna valamit magyarul, én azt se értettem volna igazán, hogy mi az a főnév, igenév. Gyakorlatilag, nem tudom, harmadikos koromig én nem mertem írásban vizsgázni sem, mert a helyes írás az azért botladozott. Tehát nekem nagyon sokat kellett küzdeni azért, hogy bent maradjak, és amennyit csak lehet megtanuljak abból a tananyagból, amit akkor feladtak. Természetesen az ifjúkornak a felelőtlen viselkedés az engem is terhelt, én is elbohóckodtam nagyon sok időt, de hálás vagyok azért, hogy az Isten megőrzött engem attól, hogy én kiessek onnan. Én elhittem azt, hogy az ő elhívott szolgája leszek, és ennek az elhivatásnak ez a szakasza, ami a tanulás, azt nekem magamra kell venni, be kell tölteni, és ami tőlem telt, azt megtettem. Ez a kitartás adott olyan fajta magabiztosságot, ami ahhoz vezetett, hogy pár éven belül, hiszen még a 30-as évei előtt lett főjegyzővé, amit úgy tartanak, hogy püspök helyettesi szolgálat. Tehát, hogy ez alatt a rövid idő alatt hogyan lett mégis olyan, nem tudom, erőteljes, magabiztos, megbízható, hogy mégis eljutott erre a szintre ilyen rövid idő alatt? Amikor diák voltam, akkor nem tartottam a legfontosabb feladatomnak a tanulást, ez igaz. Viszont nagyon fontosnak tartottam,
azt, hogy hűséges maradjak. Tehát az elhivatásom az hűséges, hogy ha nehezemre is esett valami, vagy nem tetszett valami, nekem azt mondták a felsős diákok, mert volt nekem egy nagy-nagy megtorpanásom az első héten. Még akkor nem volt tanulás, hanem ilyen csendes héttel kezdődött a beiratkozás. Előtt volt egy csendes hét. Azon a csendes héten egy kolozsvári professzorasszony, egy ószövetséges professzorasszony tartott egy előadást, amitől én úgy megijedtem, hogy összecsomagoltam. És ki is akartam már menni a szobából, és a szoba előterében megállított egy idősebb teológus, Mádai István konkrétan, aki megkérdezte tőlem, hogy én hová megyek. És mondtam neki, hogy én megyek haza. Azt mondta, hogy nem, állj csak meg, ez nem így van. Tehát ez hozzátartozik a feladathoz, és ez a kiképzés, ez nehéz lesz, megterhelő lesz, de ezt ki kell bírni. Aki ezt nem bírja ki, az nem méltó arra, hogy ige hirdető legyen. Bőrönd lakónak is csúfoltak egy darabig, mert ezt elfogadtam tőle, de nem pakoltam vissza a szekrénybe. Azért ott az ágy alatt a bőrönd. Ezt csak azért mondom el, mert az embereknek a biztatása, a figyelmeztetése, a bátorítása, az nagyon fontos. És én hiszem azt, hogy ugyanilyen fontos az általunk közvetített biztatás, bátorítás, vigasztalás, amit ebből ki akarok hozni. Én úgy gondolom, hogy én azért lettem az, aki lettem, mert a legfontosabbnak tartottam a szolgálatot, és ezt szolgálatnak vettem. Ugye az ige hirdetési szolgálatot, mint a gyülekezetépítést, vagy az egyházközségnek az újraszervezését, mert nagyon sok minden várt egy olyan fiatal lelkészre, aki a 45-ös üldöztetések után, vagy elüldözött lelkész család után először költözik parókiába. És ennek a gyülekezetnek nem volt helyben lakó lelkésze hosszú évtizedeken keresztül. És ilyenkor ez egy új helyzet, és ebben az új helyzetben én minden szolgálatnak vettem. Nem számított az, hogy mennyi a fizetés, nem számított az, hogy a parókia még az egyházközségé volt, de mégsem volt a birtokában. Én jártam be édesanyámtól ide szolgálni, az, hogy nem volt áram, az csak egy probléma volt. Volt egy kis buszom, azt megállítottam úgy a parókia udvaron, hogy bevilágítson a három nagy ablakon a gyülekezeterembe, és tartottam a bibliórát, tehát úgy gyertyafénnél, meg hidegben, meg nem tudom. Tehát ezek nem számítottak annyira, mint ma. És nem a mai fiatalnak, hanem már nekem is ma más nagyon sokszor az elvárásom. Akkor nekem nem voltak elvárásaim, én akkor mindent adni akartam. Ez lehet annak az eredménye, hogy az egyházmegyében is egy fiatal nemzedék kezdte a szolgálatot, és ott én is feladatot kaptam, azt a feladatot komolyan vettem, és valóban 29 évesen, akkor egy kicsit még rosszul is esett, hogy rövid nadrágos püspök helyettesnek csúfoltak az idősebb lelkésztársak, de akkor Isten ezt rendelte számomra, és én ezt teljes tudatommal, hitemmel, én a szolgálatnak vettem. És ez volt a küldetésem. Zán Fábián püspök urat hallhattuk kezdetekről. A jelenről, a jövőről a következő részben. Maradtak még kérdéseim. Visszavárjuk Önöket. A viszontlátásra!